Rendhagyó módon a múzeum várkörúti kerítésére költözött a Fehérvári Művészek Társaságának tárlata. Az 1992-ben alakult Egyesület emberöltönyi távlatot nyújt a képzőművészet barátainak Székesfehérváron, és most egyedi helyszínen mutatja be az évfordulóra elkészült alkotásokat. A festő és grafikus művészek, szobrászok, fotó, ipari és média művészek ezúttal is egyedi művekkel köszöntik az arra járókat. Nagyon izgalmas most ez az ősz a Fehérvári Művészek Társaságánál. Sorra nyitjuk a kiállításokat, tematikus kiállítást, klasszikus nagy téli tárlatot nyitunk, és ez nagyon inspirált ez a kerítéstárlat a kollégákat. Ahogy én most itt hirtelen gyorsan végignéztem a műveket, mindenki igyekezett egy nagyon reprezentatív munkáját megjeleníteni. Kis László, a város méltán népszerű fotográfusa, a kortárs kiállítás egyik ötletgazdája, nem titkolja. Kiemelten fontos számukra, hogy ebben a formában a tárlatokon túl a köznapi emberek is megtekinthessék munkáikat, és kivételes élménnyel gazdagodhassanak. Igyekszünk jó úton járni, és úgy látom, vagy úgy látja a társaság egy része, hogy nagyon megváltoztak a fogyasztási szokások. Másképpen nézzük a képeket, és ennek kapcsán is gondoltuk azt, hogy ki kellene jönni az utcára. Én ugye próbálkozom ezzel az utcakép galériával, de azt látom a városban, vagy bármerre járok a világban, hogy az emberek feszengenek a galériákban, az utcán viszont nem. Bátran szemlélhetik úgy a műveket, hogy nem érzik azt, hogy most egy olyan térben vannak, ahol viselkedni kell. Itt lehet véleményt mondani, szabadon lehet nézelődni, és hát tulajdonképpen gusztálgatni a műveket. A kiállítás november 30-áig tekinthető meg.